Sziasztok! A Golgota gyülekezetben van egy olyan filmklub, és ott vetítenek érdekes filmeket, és utána egy beszélgetés van, ahol ki van értékelve a film. És az a film, amiről most szeretnék beszélni, ha elmegy a villamos, elég hangos. Az a film pedig nem más, mint a világ egyik legjobb filmje, az én véleményem szerint, de szerintem nem vagyok egyedül. Egy bibliai filmcím, Jelenések könyvéből, tehát az 5. pecsét című film, ami egyébként Sánta Ferenc írónak a regényéből készült. Én ezt a regényt el is olvastam. Ez az 5. pecsét ugye ez arról szól, hogy amikor föltörik, akkor azoknak a lelkei, akit Krisztusért megöltek, azok kiáltanak, hogy mikor állsz bosszút. És ez egy nagyon érdekes film, ez egy a Magyarországon játszódik a nyilas uralom idejébe, és egy társaság filozofálgat egy kiskocsmába, csatlakozik hozzájuk egy fényképész, az élet nagy kérdései följönnek, és utána jönnek a nyilasok, és az a lényeg, hogy a nyilasok elviszik ezt a társaságot, kivéve a fényképészt, és aztán pedig megpróbálják őket megtörni. És krisztusi szimbólumok vannak ebben a filmben, például ugye a nagyon erős szimbólum az tehát egy keresztre feszített poszban lévő szemeit kell felpofozniuk, hogy elmehessenek. Úgyhogy már maga a film is egyébként hát zseniális, mert a magyar színjátszás hőskorából a nagyok játszanak benne, úgy mint Őze Lajos, Márkus László, és így tovább. Latinovics Zoltánról nem is beszélve. Tehát már önmagában fantasztikus, zseniális alakítások vannak ebben a filmben. És hát maga a filozófiai mélység is, amiket boncolgat a film, nagyon erősek, nagyon súlyosak. Ugye az egyik fő kérdés, hogy az ember egy elnyomó oldalára állna, vagy pedig az elnyomott oldalára. Ugye még van benne egy csavar a végén, hogy amit nem szeretnék lelőni poén, de hogy ott fölmerül a dilema, hogy ugye aki megpofozza ezt a... Tehát az a lényege, hogy egy dilema elé állítják a nyilasok ezeket az embereket, hogy megtörjék őket, és aki nem pofozza fel azt a krisztusi poszba lévő embert, azt lelövik, de aki felpofozza, az elmehet. És itt is újabb dilemmák jönnek elő, de nem lőném le a poént, nem szeretném elvenni az élét, mármint hogy elvenni a poént, úgymond azt, aki még nem látta ezt a filmet, vagy a regényt nem olvasta, és meg akar vele ismerkedni, annak mindenképpen ajánlom, hogy nézze meg. Tehát 5. pecsét, Sánta Ferenc regényéből, rendezte Fábri Zoltán. Ezt egyébként a Golgota filmklubba nagyon örülök, hogy bevették. Utána volt egy érdekes beszélgetés Madarász István filmrendezővel, illetve én úgy hallottam, hogy még a Sánta Ferenc írónak az unokái is ott voltak, vagy az unokája ott volt ezen a vetítésen. Úgyhogy, hát nem semmi, úgyhogy művelődjünk szerintem. Nem, némely keresztényben ott van az, hogy irodalmat, meg ilyen filmet, hogy jaj, az nem, de szerintem ezt lehet úgy normálisan kezelni, tehát természetesen nem arról beszélek, hogy mániákusan kell a hívőnek állandóan filmekkel foglalkozni, meg ilyesmi, de mondom, én úgy hiszem, hogy ez az 5. pecsét, ez nem véletlenül bibliai ikletésű film, és nagyon komoly üzenetet is hordoz, elgondolkodtató,
Úgyhogy ennyit akartam. Nézzétek meg, olvassátok el. Köszönöm szépen a figyelmet. Áldás azon!